Tisztelettel köszöntöm a sajtó, a média munkatársait. Többet Gyula úr, munkáspárt elnöke, sajtótájékoztatót kíván tartani, abban a kérdésben, hogy a munkáspárt is részt kíván venni, indulni fog a 2015. február 22-i időközi országgyűlési választáson. Tőmeg úr, sajtótájékoztatót. Köszönöm. És uraim, tisztelettel köszöntöm Önöket a munkáspárt nevében. Pártunk már hivatalos résztvevője a február 22-i választásnak, Nemzeti Választási Bizottság jóváhagyta az indulásunkat. A munkáspárt nagyon fontosnak tartja ezt a választást. Mi úgy gondoljuk, hogy ezen a választáson a kérdés nem az, hogy marad-e a Fidesznek kétharmada, vagy nem marad kétharmada. Mi a választások tétjének azt látjuk, hogy sikerül-e a mostani Magyarországgyűlésbe némi változást bevinni, sikerül-e bővíteni az országgyűlés társadalmi bázisát, sikerül-e olyan embereket megjelentetni a politikai palettán, olyan társadalmi rétegeket, amelyek eddig nem voltak. A mai magyar parlamentnek, ami meglátásunk szerint az a baja, hogy a társadalomnak csak egy szűk rétegét képviseli. Viszont élnek ebben az országban dolgozó emberek, szegények, még szegényebbek, még azoknál is szegényebbek, élnek pályakezdő fiatalok, élnek egyetemisták a saját gondjaikkal. Azt szeretnék ezen a választáson elérni, hogy elinduljon egy nemzedékváltás a magyar politikai életben. Eltelt 25 esztendő a rendszerváltás óta, úgy látjuk, hogy egy kicsit a politikai élet szereplőinek köre rögződött. Ezen nem változtatott az elmúlt 10 esztendő sem érdemben. Ezért a munkáspárt a választásokon az elmúlt időszakban fiatalokat indít. Közelmúltban volt Újpesten időközi választás, Újpesten egy 25 éves fiatalasszonyt indítottunk. És úgy döntöttünk, hogy Veszprém városában is egy fiatal emberre bízzuk a munkáspárt indulását. A fiatal ember Szent Páli Kolos, 20 éves egyetemi hallgató. Ő nem veszprémi ember, de azt gondoljuk, hogy itt is vannak diákok, akiknek az életét ő nagyon jól ismeri, hiszen maga is egyetemista. Itt is vannak pályakezdő fiatalok, és ő is olyan, akinek előbb-utóbb dönteni kell, hogy hova, hol fog dolgozni. Itt is van nagyon sok fiatal és középkor a családalapítás előtt áll, lakás szerzés előtt áll. Az ő gondjaikat és életüket Kolos természetesen ismeri. És hiszük abban, hogyha ezeknek a rétegeknek a gondjait, problémáit képviselni tudja a parlamentbe, akkor jól fog tenni a veszprémi embereknek is, és természetesen jól fog tenni az ország lakosságának is. Reggeli órákban bemutattam képviselőjelöltünket, Szent Páli Kolos urat, Korga Gyula úrnak, Veszprém város polgármesterének. Mi régi iskola diákjai vagyunk, úgy gondoljuk, hogy ha ebben a városban zajlik a választás, akkor illik a város első polgárának bemutatni a jelöltünket. Mi úgy érezzük, hogy Veszprémben alapvetően jól mennek a dolgok. Ebben a városban jó a közbiztonság, ebben a városban tartósan 4% alatt van a munkanélküliség, ebben a városban fejlődik a kultúra, tehát olyan értékek vannak, amelyeket meg kell őriznünk. És hogyha mi jelöltünk ott lesz a parlamentben, akkor biztos, hogy arra fogunk törekedni, hogy ezek az értékek megmaradjanak. De együtt a változásra is van szükség, annak a sok ezer diák érdekeinek képviseletére, akikről említést tettem is, akik itt élnek, azokra, akiknek lakást szeretnének, családot kell alapítani, az ő gondjaikat szeretnénk a parlamentben beindítani. Mi őszintén reméljük, hogy Szent Pál Kolost jó szívvel fogadják majd Veszprém város lakosai. Fájó szívvel mondom, hogy ő a mi jelöltünk. Szívem szerint én indulnék ebben a választókerületben. Polgármester úr szóba hozta, hogy elnök úrnak van kötődése Veszprém városához. Hát sajnos én sem itt születtem, és már a házasságra is késő volt akkor gondolni, amikor ide kerültem. De 1990-ben az első választásokon ebben a választókerületben indultam jelöltként, és ebben azóta is szeretem Veszprémet, az itt élő embereket. És mindenben segíteni fogunk Kolosnak abban, hogy
ő is megszeresse ezt a várost, és méltóképpen képviselje az itt élő embereket. És ha megengedik, akkor átadom neki a szót. Én is köszöntök mindenkit. Összer egy pár szót mondanék magamról. 94-ben születtem Budapesten. 2013-ban érettségiztem a Budapesti Piarista Gimnáziumban, és most a Budapesti Műszaki Egyetemnek vagyok a hallgatója. A munkáspárban eltöltött eddigi időmben már kivettem a részemet a pártnak a politikai küzdelmékből. Voltam a kilakoltatások ellen demonstrációkon, meg amikor Szíriában zajló háború ellen tiltakoztunk, illetve a békére demonstráltunk, illetve a választási kampányban is aktívan részt vettem. Nekem az első ilyen megmértetése, ami kicsit komolyabb talán. És ahogy elnök elvtárs említette, én is nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalokat próbáljuk megképviselni, az ő jogaikat, illetve azokat az embereket, akik nehezen vagy nem nagyon találnak munkát. És nagyjából ennyit mondanék, és hogyha van valami kérdésük, akkor szívesen a fejlődőt tűzzük el. Hölgyeim és uraim, önöké a szó. Egészségükre a hölgyek, boldog karácsonyt önöknek is, boldog karácsonyt. Nem is úsült ünnepek. Nem bánnám, hogyha azt kell átkezni. Bálni sokkal. Köszönöm. Boldog karácsonyt. Köszönöm. Én is megyek újságért. Naptáron. Jelöltünk. Ez pedig mi egyébként? Nem eszem. Nem ők elő hely ott laknak most a gazdagok, nem? Hát nem tudom. Biztos. Nem mondják, hogy itt most van. Idósra, szemvizsakus szegélyekre, ide ki lehet keverni lácsajtát, tejfőt, salátát, húshoz tésztát, ki is szegélyek. Úgyhogy nagyon változatosan. Igen, igen, igen. Igen, tök maguk. Napraforgó, ilyen krémet is, dióklémet. Dió? Dió, igen. Nagyon lehet is készítünk. Ez miért? Köszönöm szépen, élünk, dolgozunk,
egyre jobban. Mai napon Veszprém városában jártam, végigmentünk a piacon, beszélgettünk az emberekkel. Készülünk a február 22-i választásokra. Munkáspárt fiatalembert, új erőket indít ezen a választáson. Szentpáli Kolos, 20 éves egyetemista. Ismeri az itt élő fiatalok gondjait, tudja, mit jelent az elvégezni az egyetemet, azt is tudja, hogy milyen nehéz ma munkát találni, és még inkább nehéz lakáshoz jutni, családot alakítani. Ezeket az élményeket szereztük itt Veszprémben, és úgy érzem, hogy jelöltünket szívesen fogadták az emberek, munkáspártnak van becsülete és tekintélye ebben a városban. Én magam is szívesen emlékezem rá, 25 évvel ezelőtt itt Veszprémben, ebben a választókerületben indultam. És kívánom mindenkinek, hogy jól döntsön február 22-én, tegye lehetővé, hogy az országgyűlés fiatalok legyenek, új generáció, és szavazzanak a munkáspárt jelöltjére, Szentpáli Kolosnak.